Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk itt a Hetényi birtokon. A birtok rövid története 1992-ben kezdődött, ugye a rendszerváltozás után, részben kényszerből, részben hobbiból, részben meggyőződésből. Itt ezen a területen egy olyan feldolgozó, erjesztő, érlelő és palackozó épült, amit családi vállalkozás keretén belül elsősorban a nejemmel közösen hoztunk létre, bízván abban, hogy a minket követő ifjúság ezt majd folytatni fogja, ezt a hagyományt, ami nekem gyerekkori szerelmem, ez pedig a szőlő és borkészítés. Ez látszik ezen a területen. Érdekessége a birtokunknak, hogy törekszünk a természetközeliséghez, illetve azokhoz a hagyományokhoz próbálunk ragaszkodni, amit már a nagyapám is képviselt. Ennek egyik érdekessége még pluszba, hogy a hordókat a borkészítéshez használt hordóinkat saját magunk készítjük, saját magunk választottuk ki azokat a rönköket, amiből a hordódongák készültek. Itt érleljük a pince mögött egy donga érlelőbe, és 4-8 éves érlelést követően nyúlunk hozzá, és akkor készül belőle az a hordó, ami 225 literes barik hordótól egészen az 5300 literes ászok hordóig itt a pincénkben található, és ezekkel a hordókkal, illetve a hordókon keresztül beszélgetünk a borokkal, hogy azok olyanok legyenek, amiket mi úgy gondolunk, hogy a mi értékrendünket képviseli. Természetesen nem csak borkészítéssel foglalkozunk itt, hanem itt van vendéglátás és különböző rendezvények, a koncertektől kezdve az író-olvasó találkozó, irodalmi estek, hát próbálunk itt a környékben olyan pontot teremteni, ahol találkozik a természet, a kultúra és a borkészítés.